Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsés csatornáról. A mai videóban befejezzük az Ökokorindex-a teljes pakkaparást az utolsó három sorsjeggyel. 48-tól 50-ig fogom lekaparni. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit lehet az utolsó három sorsjegy. És akkor kezdjük is el az utolsó három Ökokorindex-ra sorsjegy lekaparását. Elsőnek a 048-as Ökokorindex-ot fogom lekaparni. Nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra. Ezek lesz egy ilyen újrahasznosító szimbólumunk, fix 10.000 forintért. Van egy vízcsepp, ötlet, és egy széndioxid felhő, nem volt újrahasznosító szimbólum. Akkor most nézzük meg, hogy lesz-e nyerőszámmal egyező számunk. A nyerőszámaink a 3-as és a 19-es, ezzel kell egyezőt találni. Nézzük. Van egy 17-es, 5-ös és 16-os, nem volt számegyezésünk. Nézzük, hogy kijön a kalandkaparó felületen egy sor hiánytalanul. Kezdünk egy napelemmel. Erdő, nem adott nyilat, szélturbina, ivóvíz, zöld áram, nyilat adott, mehetünk tovább, zöld áram, napelem, itt is nyíl van, szuper, napelem, zöld áram, gyűlnek a szimbólumok, csak éljen is be a sor, töltő, nyillal kezd, töltő, föld, itt is nyíl van, dupla nyíl, föld, erdő, ivóvíz, föld, nem adott nyilat, oda már csak kettő kell a gyorsítóhoz, föld, már csak egy, zöld áram, föld, el is értük a gyorsítót, gyorsít-e, gyorsít, föl, dupla nyilat adott, föld, akkor egy nyilat, de földet adott, oda már csak egy kell. Nézzük, hogy kijön-e, még van egy csomó-csomó esélyünk, lábnyom, nyillal kezd, lábnyom, napelem, ivóvíz, lábnyom, lábnyom, oda is már csak kettő kell a gyorsítóhoz, erdő, itt is nyíl van, dupla nyíl, erdő, oda is egy kell a gyorsítóhoz, zöld áram, szélturbina, nyillal folytatódik, dupla nyillal, szélturbina, ivóvíz, oda már csak kettő kell a gyorsítóhoz, szélturbina, itt is nyillal folytatódik, szélturbina, gyorsítás, gyorsít is, dupla nyilat adott, szélturbina, szélturbina, és már most két esélyünk van nyerni, a szélturbinával és a földdel, és még van egy csomó esély, zöld áram, elértük a gyorsítót, de nem gyorsít, zöld áramot adott, lábnyom, oda is egy kell a gyorsítóhoz, töltő, nagyon izgi ez a sorsjegy, napelem, töltő, itt nyíl van, töltő, lábnyom, itt van, elértük a gyorsítót, de nem gyorsít, lábnyomot adott, zöld áram, oda már csak kettő kell, és beérünk, lábnyom, oda is már csak kettő, lábnyom, akkor egy nyilat, lábnyomot adott, még oda is egy kell, tehát zöld árammal, ha nyilat ad, lábnyommal, szélturbinával és földdel nyerhetünk, két szimbólum maradt,
Töltő, még akár az is jó lehet. Gyorsítás, nem gyorsít, töltőt adott. És az utolsó pedig egy erdő. Itt is elértük a gyorsítót. Gyorsít-e? Gyorsít. Erdő. Erdő, és sajnos nem ért be. A betűink pedig... Tehát a betűink egy W és egy R betű különböznek sajnos. Akkor most folytassuk a 049-es Jokokaland extra sors egyel. Hát ha ezen lesz valami szép nyeremény, nézzük, hogy lesz-e újrahasznosító szimbólumunk fix 10.000 forintért. Van egy széndioxid felhő, egy vízcsepp és egy elektromos autó, nem volt újrahasznosító szimbólum. Ez a 49. sorsjegy, ezen a játék részen még nem sikerült nyerni. Nézzük, hogy lesz a nyerőszámmal egyező szám. A nyerőszámaink az 5-ös és a 18-as, ezzel kell egyezőt találni. Van egy 14-es, 16-os, és az utolsó 1-9-es. Hát sajnos nem lett számegyezésünk. Akkor most nézzük a kalandkaparó felületet, hogy kijön egy sor hiánytalanul. Ivóvízzel kezd. Lábnyom. Napelem, nyillal kezd, dupla nyíl, napelem, zöld áram, töltő, napelem, gyűlnek szépen a szimbólumok, ivóvíz, nyillal folytatódik, ivóvíz, föld, nyillal kezd, föld, szélturbina, itt is nyíl van, és szélturbina, napelem, de már csak egy kell a gyorsítóhoz, ivóvíz, zöld áram, szélturbina, nem adott nyilat, napelem, elértük a gyorsítót, gyorsít-e? Nem, napelemet adott. Lábnyom. Nyillal folytatódik. Lábnyom. Erdő, ebből ez az első. Zöld áram. Föld. Nyillal folytatódik. Föld. Zöld áram, itt is nyíl van, zöld áram, oda már csak egy kell a gyorsítóhoz, föld, nyíl, föld, gyorsítás, nem gyorsít, földet adott, oda már csak három kell, és még van egy csomó szimbólum, erdő, erdő, kell még benne valami szépnek lenni, ivóvíz, nyíl, ivóvíz, gyorsítás, nem gyorsít, ivóvizet adott, oda is csak három szimbólum kell, lábnyom, szélturbina, ivóvíz, oda már csak kettő, erdő, föld, oda is már csak kettő kell, 8 szimbólum van hátra, zöld áram, gyorsítás, zöld áramot adott, nem gyorsított, erdő, napelem, oda is már csak kettő, szélturbina, nyillal folytatódik, szélturbina, dupla nyíl, szélturbina,
szélturbina, oda is már csak egy kell, nézzük, hogy bejön-e, utolsó négy szimbólum, föld, oda is már csak egy kell, erdő, igen, gyorsítás, nem gyorsít, erdőt adott, oda is három kell, erdő, akkor egy nyilat, nem, erdőt adott, és az utolsó, még egy erdő, akkor ide egy nyilat, de nem azt adott, hát ez sajnos nem ért be. A betűink pedig egy X. És egy M betű különböznek. Tehát az 0,50-es ökokalandexlán a világ szeme. Ennek kell megmentenie az egész pakkot. Reméljük, hogy ez rejti azt a bizonyos nagy nyereményt, amire várunk. Nézzük meg, hogy mit rejt ez az utolsó sorsjegy. Nézzük, hogy lesz-e újrahasznosító szimbólumunk. Fix 10.000 forintért van egy palánta, vízcsepp és széndioxid felhő. Nem lett újrahasznosító szimbólum sajnos. Nézzük, hogy nyerőszámmal egyező számunk lesz-e. Nyerőszámaink a 16-os és a 6-os. Ezzel kell egyezőt találni. Nézzük. Van egy 14-es. Egy 11-es, és egy 9-es, megfordult a 6-os, nem lett számegyezésünk. Akkor most nézzük a kalandkaparó felületet, hogy kijönne egy sor hiánytalanul. Kezdünk egy ivóvízzel, nyillal kezd, ivóvíz, ez már a finálé, valamit fakítania kell ennek a sorsjegynek, hiszen ez a kedvenc sorsjegyem, töltő. Föld, itt is nyíllal kezd, föld, ez volt az egyik álmom, hogy ezt a sorsjegyet be tudjam nektek mutatni a csatornán, töltő, napelem, és ez most valóra vált, és nem szeretném, hogyha csalódást okozna ez a sorsjegy, szélturbina, erdő, töltő, ideig nyomodott nyilat, zöld áram, itt sincs nyíl, töltő, nyilat adott, töltő, oda már csak egy kell a gyorsítóhoz, föld, lábnyom, szélturbina, hiszen ez egy jó sors, így az elejétől a végéig izgalmakat tartogat, ivóvíz, nyillal folytatódik, ivóvíz, erdő, 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 szerintem még lenni kell ebben agynak, lábnyom, ebből ez a második, zöld áram, hát ez nem hiányzott, ebből is ez a második, lábnyom, nem adott nyilat, föld, itt viszont nyíl van, föld, napelem, itt is nyíl van, napelem, lábnyom, oda már csak kettő kell a gyorsítóhoz, napelem, zöld áram, nyilat adott, mehetünk tovább, zöld áram, zöld áram, itt is nyíl van, zöld áram, elértük a gyorsítót, gyorsít-e, nem gyorsít, oda már csak három kell, zöld áramot adott, ivóvíz, itt nyíl van, ivóvíz, gyorsítás, nem gyorsít, ivóvizet ad. Lábnyom, utolsó 8 szimbólum, föld, gyorsítás, gyorsít is, föld, föld, és már a földhöz csak egy kell, és még van hátra 7 szimbólum.
Szélturbina az most nem hiányzott, abból ez a harmadik. Zöld áram. Oda is már csak kettő kell. Abból egy meg is van, akkor egy nyilat. Nem, zöld áramot adott, viszont a zöld áramhoz már csak egy kell. Mint ahogy a földhöz is. Nézzük, hogy bejön-e. Utolsó sor, töltő. Gyorsítás, gyorsít is, töltő. Töltő, oda is már csak egy kell. Egy, kettő, három esélyünk van nyerni. Zöld árammal, töltővel vagy földdel nyerhetünk. Ivóvíz, még akár az is jó lehet. Oda már csak kettő kell. Erdő. És az utolsó. Még egy erdő. Még akár jó lehet. De erdőt ad. És ez se nyerő. A betűim pedig... Tehát a betűink egy H és egy G betű különböznek. Sziasztok! Akkor most összegezve ezt a mai videót, hát nem úgy alakult, ahogy elterveztem. Az a bizonyos nagy nem jött ki a pakból. Hát reméljük, hogy a következő pakunk egy kicsit jobban fog sikerülni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le egyetlen egy videónkról sem, és ne felejtsétek el, hogy a feliratkozós ajándék sorsolásunk is folytatódik, ahogy 100-assával nő a feliratkozóink száma, úgy fogunk ajándék sorsolásokat tartani a feliratkozóink között, ahol egy gigavirág ajándékot plusz kaparós vastéket fogunk kisorsolni egy szerencsés nyertesnek, tehát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le egyetlen egy videónkról sem, és ezzel segítitek a mi munkánkat, hiszen mi pedig azon vagyunk, hogy minél változatosabb és izgalmasabb tartalmakat tegyünk közzé nektek. Tehát akkor holnap pedig összesítjük az Ökokaland Extra teljes pak végösszegét, hogy mennyi is jött be az 50 darab sorsjegyből, és ki fogjuk hirdetni a tippelős játékunknak a nyertesét, és ki fog derülni, hogy ki fogja megnyerni az 1 darab 2000 forintos Ökokaland Extrát. Természetesen, hogyha többen eltaláltátok a pontos végösszeget, akkor sorsoló programmal fogjuk eldönteni, hogy ki fogja megnyerni az Ökokaland Extra sorsjegyet, és már izgatottan várjuk, hogy kinek tudjuk odaadni a 2000 forintos Ökokaland Extrát. Tartsatok velünk, hogy ne maradjatok le az eredményhirdetésről. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencse csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek, és nagyon izgi volt ez a pak, mindegyik videóra tartogatott ez a sorsjegy izgalmakat, és kívánom, hogy ti is tapasztaljátok meg, hogy milyen izgalmakat tartogat ez a sorsjegy, és akkor hamarosan jövünk az eredménnyel, hogy hogyan is alakult a teljes pak végösszege. Sziasztok!